Hello, mindenki, kezdődik a műsor. Felraktam a mikrofont. Péntek esti kötetlen beszélgetés, májkológia. Igen. Mindjárt iszunk is valamit. Mert hogy péntek este nem múlhat el ivászat nélkül. Lassan alkoholista leszek itt, igaz? Elindítom közben... a Facebook oldalt, hogy én is nézem, hogy mit kommenteltek. Szokás szerint itt most jobban látom, mint a telefonon. Rögtön azzal kezdeném, nagyon tetszik. Most, amikor meghirdettem az eseményt, csak 6 komment érkezett, és valaki beírja. Erika Éva Bicskei. Bicskei? Bocs. Már este 6 óra is elmúlt, és mindössze 4-en kommenteltek. Úgy tűnik, követeid most kevésbé fogékonyak erre a témára, sokkal inkább Magyarország akkumulátor nagy hatalommá válása a mozgatója. Amúgy igen, tehát kérdezel a kárpátai magyarok erőszakos besorozásáról, meg a leopártankok, hogy mire jönnek oda addig. Hát igen. Akkor ezt a kommentet beszéljük ki először. Ugye általában a pénteki műsor, ez egy kötetlen beszélgetés, májkológia címe, ezzel egyrészt propagálni akarom a májkológia, mint szolgáltatás jellegét, hogy tényekkel és logikával foglalkozik. Tehát mint ilyen, amikor felteszek egy-egy kérdést a pénteki műsorban, például ugye a mai műsor címe az, hogy egyébként ez egy óriási jelentőségi döntés, hogy a nyugat tankokat küld Ukrajnának. Tehát ez akár... ha most ez kevesebb embert is érdekel, vagy esetleg nem lesz annyi nézője, különösebben nem érdekel, ugye ez az én oldalam, és mindig ezt szoktam mondani, hogy amikor az oldal cím az, hogy Mike élete a Costa Blancán, ez azt jelenti, hogy olyan dolgokról szól, amik engem érdekelnek. Nagyon örülök neki, ha nagyon sokszor találkozik az, ami engem érdekel azzal, ami a nézőket is érdekli, a legtöbb esetben ez így szokott lenni, de most véletlenül nem így lesz, akkor is erről fogok beszélni. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Szóval. Ez az egyik. Ugye, hogy a témát hogy választom ki. Sok mindenről beszélhettem volna. Nagyon, nagyon sok minden elmondani való van még a metaverzumról is. Többek között arról is jöttek új hírek. Választhattam volna azt is, hogy arról beszélek, de mivel arról volt már 3 videó, nem akartam most ezt tovább forszírozni. Másrészt, kedves Erika, vagy Éva, melyiket használod? Mindegy. Tehát, kedves Erika, a metaverzumról szóló videót szerintem még kevesebben nézték meg. Tehát arra még kevesebb komment érkezett. És én azt hiszem, hogy ott a nézettség is sokkal-sokkal alacsonyabb volt, mint amennyi szokott lenni. A nézettség iránti vágyat, még ha lenne is bennem ilyen, nem rendelem alá annak, ami szerintem a téma fontossága, és ebben az esetben főleg számotokra. Tehát ugye most mindig jön ez a vád, hogy jaj, Spanyolországban milyen könnyű beszélni. Hát igen, ebben az esetben könnyű Spanyolországról beszélni, mert ha az oroszok megindulnak és letarolják fél Európát, szerintem idáig akkor sem fognak eljutni. Tehát nekem aztán édes mindegy is lehetne. Ugye nálunk a gáz se az oroszoktól jön, az olaj nagy része se, tehát itt minden oké amúgy. Tehát mondanám azt, hogy hát örülök, aztán a francokat se érdekli, de nem így van, nem így van. Engem érdekel, és most pont Magyarország szempontjából nagyon fontos, hogy akkor ezekkel a tankokkal mi lesz. Tehát ezért választottam most ezt a témát. Kicsit már pedzegettem, azt hiszem, hogy a... nem is tudom már melyik adásban, hogy a britek azon szándéka, hogy ugye a Challenger tankokat elsőként elküldik, áttörheti ezt a lassan egy éves falat, amiben a nyugat elzárkozott attól, hogy modern támadó fegyvereket adjon Ukrajnának. Tehát ugye eddig csak védelmi felszereléseket adtak. És végül még egy gyors komment, Petrányiné Marika, számomra ragasztó, hogy Bakhmutot elfoglalták az oroszok. Ezt honnan vetted? Tehát ilyen hülyeségre nem tudok reagálni. Képzeljétek el, ma anyu is küldött egy videót azzal, hogy hát ő ezt látta is, hogy mit gondolok erről, megnéztem, de abban a pillanatban tiltottam azt az embert, aki felrakta ezt. Tehát nagyon sok olyan kamu profil van, akik minden... Egy Zelenszkijjel kapcsolatos videó volt egyébként valami olyasmi, azt hiszem valami köszönő videó volt, amiben bizonyos amerikai cégeknek mond köszönetet, ugye ezek általában pénzügyi cégek voltak, mint a JP Morgan, nem tudom, JP... Morgan Stanley, nem jut eszembe, most mindegy, tehát ilyen pénzügyi cégek,
És akkor ez volt a kommentár, hogy hát igazából a nyugati multik irányítják már Ukrajnát. Hát fantasztikus következtetés. Az oldalt átnézve egyébként azonnal látszott, hogy ilyen orosz propagandás kamu profil, úgyhogy én blokkoltam. És hozzáteszem azt is, hogy ezeket szerintem megfelelő ismeretek birtokában ti is ki tudjátok szűrni. Tehát Péter Nyíli Marika, Euronews-on fent van, hogy elfoglalták. Mi az az Euronews? Hát sehol máshol nincs fent, hogy elfoglalták. Most éppen nem néztem. Tehát ha az elmúlt fél órában foglalták el, mindjárt rákeresek csak a te kedvedért. Semmi ilyesmi nincs. Most nézem az Euronews-ot. Csak direkt a te kedvedét megszakítom most a műsort, és megnézem, semmi ilyesmi nincs. Hogy Bakhmutot elfoglalták volna. Te ezt honnan veszed? Szó van az olimpiai bojkotról, Andalúziáról, még akkor Spanyolországról is. Nem, semmi ilyesmi nincs. Jó, ne töltsünk ezzel több időt. Ha a Bakhmut elesett volna, akkor szerintem az összes hírtelet, tehát akkor nem kéne keresgélni, hogy na hol van ez a hír, hanem mindenhol is ez lenne a hír. Tehát, nagyon sok, most ugye elmagyaráztam nektek, hogy miért, hogy választok témákat. Mint tudjátok, a mikológia probléma megoldásról szól, ezt a pénteki mikológia beszélgetést használhatnám arra is, hogy a saját szolgáltatásomat reklámozom, hogy minden mikológia úgy kezdődne, mint ahogy egyébként külön csinálok reklámvideót, most ugye tudjátok, az ötös csomag volt akciós, és kezdhetném azzal, hogy erről áradozok, hogy fú, mennyien megvették már, mennyi fogyott, milyen gyorsan elkapkodják a csomagokat, de nem ezt teszem. Tehát ugye nem saját propagandát csinálok ezeken a pénteki mikológia. Nagyon meglepődtem, hogy volt olyan, aki már negyedik évada, tehát ugye ez a 4x4, amit itt láttok a címben, hogy mikológia 4x4, ez azt jelenti, hogy már negyedik évadja megy. Tehát 2020, 2021, 2022, és most 2023, és még mindig van önnek egy fogalma sincs róla, mi ez a mikológia. Probléma megoldás. Most ennek egy kötetlen verzióját láttatok, egy kötetlen pénteki beszélgetés, amiben továbbra is a mikológia alapjával foglalkozunk, tények és logika. Szóval visszatérve a tényekre, kezdjük akkor ezt a beszélgetést, hogy miért lesz ez egy nagyon jelentős dolog. Látom, továbbra sem csitul a hülyeség a kommentáradatban, de jó, nyugodtan írjátok be majd, ami nagyon olyan, az kitörlem a végén. De én nem zavar, tehát beszélgessetek dolgokról, de ugye ilyen kamu híreket, tehát tudjátok, hogy ez itt a tényekről szól. Ha majd bemondják, hogy elfoglalták Bakhmutot, és mindenhol azt látjuk, akkor rátérünk erre, de egyébként teljesen, ez most nem lényeges. Nézzük a tankok kérdését, mert ez sokkal fontosabb szerintem. Tehát a nyugati szövetségesek eddig elzárkoztak attól, hogy hangsúlyozom, hogy támadó fegyvereket adjanak Ukrajnának, eddig védekező fegyvereket adtak, alapvetően ugye a légvédelmi rakétákat, tankerhárító rakétákat, stb. Anglia volt megint az első, sokadjára valamiben az első, aki azt mondta, hogy akkor ők most adnak 14 Challenger 2 típusú tankot, és hát azt remélik, hogy majd nyugati, más országok is követik ezt. Ugye az ukránok nagyon régóta kérik a Leopard 2-eseket a németektől, és most egészen komoly diplomáciai ösztűz zajlott a német kormányra azzal, hogy na akkor most már adjátok is oda végre őket. Legutóbb például ugye múlt héten Lengyelország azt mondta, kifejezetten, tudjátok, ez úgy néz ki, hogy a németeké a licenc. Tehát azért, mert mondjuk a lengyelek megvesznek, mit tudom én, 100 tankot vagy 200 tankot ezekből a leopárdokból, nem rendelkezhetnek fölötte, tehát nem csinálhatnak vele azt, amit akarnak. A dolog lényege az, hogy a licenc tulajdonos megszabhatja, hogy azt a tankot mire használják, tehát nem adhatja tovább. Majd később elmondom, volt egy példa, hogy Törökországtól megtagadták a felújítást, mert Szíriában kurdok ellen használták a Leopard tankokat. Tehát ugye ilyen komoly következményei vannak, és mostanáig a német kormány nem akart beleegyezni abba, hogy Ukrajna ilyen tankokat kapjon, vagy hogy Lengyelország továbbá egy ezeket, és múlt héten Lengyelország kijelentette, hogy ő már pedig odaadja a tankokat
az ukránoknak, akkor is, hogyha Németország ebben nem egyezik bele, mert most már itt az ideje a helyes dolgot megcselekedni. És valóban. Az amerikaiak is nyomás alá helyezték őket, meg az elég, egy jó pár európai ország azt mondta, hogy hát gyerekek, azért Németország gazdasági erején alul teljesít ebben a felajánlásdiban, és hogy hát igazából, tudjátok, a háború elején nevetségtárgya volt, még azt hiszem Klitschko, kijevi polgármester is mondta, hogy a németek felajánlása valami 3000 darab sisak volt. Tehát, hogy köszi, és azt mondta, hogy párnákat is küldjetek majd hozzá. Ez egy kicsit cinikus volt, tehát azért bármilyen segítség jól jön, én nem sértettem volna meg ennyire a németeket azzal, hogy párnákat, de tudjuk, Klitschko, azt tudjuk, hát ugye szétboxolták kicsit a fejét, most már csak ennyit tud. Nem, el is tűnt aztán a háború első napjai után, ugye nem sokat nyilatkozgat mostanában már, ugye az első egy-két hét, három hétben talán még nyilatkozgatott, aztán ennyi. De a lényeg az, hogy tényleg a német kormány nagyon visszafogottan, és ugye történeti okokból Németország második világháborús szereplése után az alkotmányban is benne volt, hogy ugye a német fegyveres erők nem vehet részt semmiféle konfliktusban, német fegyvert nem szállíthatnak, és megtört végül a jég. Két nappal ezelőtt, azt hiszem két nappal ezelőtt volt nagy bejelentés, hogy akkor Németország hozzájárul ahhoz, hogy ő maga is küld tankokat. Tehát ugye még az is sokáig kérdéses volt, hogy ha a licenszet meg is adja, hogy más országok küldhetnek, de hogy ő maga küld a tankokat. Végül maga Németország is fog tankokat küldeni, óriási mennyiséget, 12-t, azt hiszem, hogy 13-at fog küldeni, de beleegyezik abban, hogy azok az országok, akik rendelkeznek ilyen tankkal, és elég sok van, nagyon sok Leopard 2 tankot gyártottak, azok küldjenek Ukrajnának. De ezt ahhoz a feltételhez kötötte, ugyanezt így nem mondták ki nyíltan, de ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Amerika is beszálljon ebbe a dologba, tehát hogy küldjön valamit. És ugye akkor Biden is bejelentette, hogy akkor az amerikaiak is beegyeznek, hogy M1A1 Abrams tankok, M1A2, bocs, Abrams tankokat küldjenek, ami most akkor Abrams, Leopard, meg Challenger tankok mennek majd Ukrajnába. Most nézzük meg, hogy ebből a kavalkádból végül is mi lesz. Tulajdonképpen mindenki azt mondja, hogy végre modern tankokat kap Németország. Nem Németország. Németország és más. Nem bírom nem nézni a hülyességet, ami kibontakozik a komment szekcióban. Mekkora törlési hadjárat lesz majd itt. Tóta Wolf Attila, Németországról van szó, ami állítólag már nem is létezik. Most miről beszéltek? Nem is tudom. Jó, de térjünk vissza a rendes témához. Tehát most arról van szó, hogy modern tankokat kap a régi szovjet korabeli T-72-esük után. Tényleg olyan modernek ezek a tankok? És tényleg megváltoztatják a háború menetét? Pontosan mi fog történni, ha ezek a tankok megérkeznek? Erről szól a mai műsor. Először is meg kell néznünk azt, hogy mennyire modernek ezek a tankok. Ugye nagyon sokan kicsit így károgóan megjegyzik, hogy azért ezek a modern nyugati tankok is már legalább 40 évesek. Nézzük meg először a Challenger, az angolok által említett tankot, és hogy ez majd mire lehet képes. A Challenger 1986 és 1993 között tervezték, 447 darab épült belőlük, képzeljétek el. Az nagyon kevés. Tehát 447 darab az nagyon kevésnek számít. Egy darab 4 millióba kerül, ugye ezt mondtam. 1998-ban rendelte meg a Védelmi Minisztérium az első prototípust. Ez aztán 1991-ben egy további 140 darabos rendelésre bővült, majd 1994-ben még 268. Azt kell mondanom, hogy az összes tank közül a Challenger a legfiatalabb, de ugye belátjuk, hogy még ez még így is 30 akárhány éves. Na most a Challenger tank, ugye a NATO szabványa 120 mm-es lövedék, azért is van Ukrajnának szüksége mondjuk nyugati tankokra, mert az oroszok, várjátok, az oroszok azt hiszem 125 mm-es használnak? Ha jól emlékszem, talán pillanat megnézzük. Csak nagy gyorsan megnézzük a T-72-es, de úgy emlékszem, 125 mm-es, igen. És abból már kezdenek kifogyni. És ugye a háború kezdetén Lengyelország is nagyon sok T-72-est küldött, meg ugye volt szocialista országok, mint például Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Bulgária, Románia, Magyarország kivétel, tehát ők mind küldtek ilyen régi T-72-es tankokat, volt, aki még MiG-29-est is küldött, meg lőszert, meg minden, de ez lassan kifogy.
Tehát Ukrajnának se nagyon van már honnan szerezni, nem úgy Ukrajnának, az oroszoknak se. Tehát az oroszok is ilyen Indiától akarnak visszakapni dolgokat, mert ugye Indiának nagyon sok orosz lőszert meg felszerelést szállítottak. Petrányi Marika, bocs, Szoledár esettel Bakhmutot nagyon ostromolják. Jaj, hát igen, azért mondtam, hogy az ilyen hülyeségtől mentesítsetek, ha lehetséges, mert Szoledár 2 hete elesett, ugye erről már mindenki tud. Jó. Jó, valakit azért ki kellett tiltanom. Így. Tehát csúnya beszéd nincs, ezt már elmondtam. A 14 challenge, amit végül felajánlanak, nem biztos, hogy olyan nagy sorsfordító dolog lesz, de azt kell mondjam, hogy talán a 3 tank közül, amiről beszélünk, még talán a challenge a legújabb. Ugye az Abrams és a Leopard mellett. Ez a 120 mm-es lövedék azért fontos, és itt most megint különbségeket kell mondanom. A 120 mm, a Challenger az egyetlen olyan tank, aminek húzagolt ágyúcseve van. Ennek történeti okai vannak, az angolok még mindig szeretik inkább a robbanó töltetet használni a páncéltörő lövedék helyett. Ugye a nagy high explosive, angolul így mondják, tehát a nagy robbanási képességű lövedék, nem tudom magyarul, hogy lehet lefordítani. Tehát ezek a tüzérségi lövedékek sokkal jobbak épületek, vagy könnyű harcjárművek ellen, mint a páncéltörő lövedék. A páncéltörő lövedék az olyan, mint egy darts, tehát egy ilyen nagyon egy ilyen nyíl. És gyakorlatilag egy nagyon könnyű páncélzatú dolgon az úgy csak simán átmenne. Tehát olyan, mint amikor így egy légpuskával átlősz mondjuk egy papírszalvétát, sok baja nem lesz tőle. Tehát így átmegy rajta és kész. Úgyhogy az angolok ezt favorizálják, és hát tulajdonképpen az angol hozzáállása ez az egész kérdéshez, ahogy az angol híradót nézem, kicsit felemás, mindenképpen szükségesnek érzik ezt a felajánlást, de ugye mondtam, hogy az angoloknak összesen 400 legyártott tankjuk van, tehát ez egyáltalán nem olyan sok, viszont ebből a 400-ból, ha várjátok, le is lapozok akkor ide. Igen, tehát ugye az angolok bejelentették, hogy hát a Challenger 2 is elavult, és fel akarják újítani, tehát nem hoznak már új, a számokat akarom pontosan megnézni. De most ellapoztam onnan, hogy itt van, megvan. Igen, tehát körülbelül ebből a 400 valamennyiből ilyen 180-190 darab maradt, és abból 148-at fognak felújítani Challenger 3-assá. Tehát nem új tankot vezetnek be. Gyakorlatilag az angol kormány azt gondolta, tehát ez a háborús doktrinájuk, hogy nem lesz már olyan jelentőségű európai konfliktus, amiben egyáltalán tankokra lenne szükség. Tehát ezért ők már nem gyártanak új tankot. A legutolsó Challenger tankot is 2005-ben gyártották le. 2005 óta nincs ugye új tank, és azt mondják, hogy akkor ők nem új tankot hoznak ki, hanem tehát új, kicsit felújítják, tesznek bele ezt, az kis extrákat, vagy valamit, tehát 148 tankot újítanak fel, a maradék 80-at, vagy körülbelül 80-at, ami még van nekik raktáron, azt kidobják, tehát ez egyszerűen leselejtezik. Na most ehhez képest adnak 14-et Ukrajnának, és láttam egy olyan videót is, egy olyan katonai szakértőt, aki azt mondta, hogy hát ugye már ennek a 14 tanknak a felajánlása is esetleg az angol védelmi képességeket jelentősen gyengítheti. Ugyanis itt figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezek a felajánlott tankok, meg ezek a mennyiségek, amik léteznek, Oroszországhoz hasonlóan hozzáteszem, ezek nagy része jó esetben lezsírozva raktárakban áll. Tehát ha van neki 200 tankjuk, nem fognak 200 tankot felalá masíroztatni állandóan. Az oroszoknak van 30 ezer tankjuk, de ilyen T-55-ösök még második világháború megmaradt fackók is minden. Most mondanám, hogy lezsírozva, de náluk pont nem. Tehát náluk pont az van, hogy papíron van 30 ezer tankjuk, és akkor egyébként meg, mit tudom én, szerintem abból 15 ezer így ilyen 10 centis rozsda alatt. Tehát azokkal már biztos, hogy semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy a Challenger mennyisége az rendkívül szűkös. Viszont a Challengernek van harci tapasztalata. Érdekesnek tartottam megnézni, hogy pontosan milyen veszteségek érték ezek. Ugye fontos tudnunk azt, hogy mi várható. Az egyik angol kommentátor szerint kifejezetten a Challenger 2-es teljes egészében védett a T-72-es ellen. Tehát egy T-72-es nem tud kilőni egy Challenger tankot. Úgyhogy ez, ha így nézzük, akkor ez óriási áttörés lesz majd a háború során. De hogy ezt tényleg igazán megnéztem, mondjuk a 2003-as és a 2006-os iraki adatokat, itt
Itt, tehát igazából az egész iraki háború során egyetlen Challenger 2-es tank veszett el, és az is baráti tűzben. Tehát egy másik Challenger tank ellenségnek nézte és meglőtte azt a Challenger tankot, amelyik végül megsemmisült. Ez is csak azért semmisült meg, mert a parancsnoki toronyban nyitva volt a, tehát nem számítottak, nem, nyitva volt a tető, és ugye a becsapódó lövedék által keltett tűz lángra lobbantotta a lőszerkészletet. Egy másik esetnél pedig azt írják le, hogy egy úgynevezett tandem töltet kilövésére képes RPG-29-es találta egy Challenger-t. Ez a tandem, ez úgy néz ki, hogy két, tehát egy késleltetett töltet is van benne. Ugye az RPG az úgy néz ki, hogy tudjátok, így futnak a tálibok, és így bum! Ilyen RPG-t már nem használnak máshol. Tehát ez egy nem irányított lövedék, ez ahova nézel, ez oda megy. Tehát ez nem ilyen nyomkövetős vagy valami, mint mondjuk amit az ukránok használnak, ugye kapták ezeket a de gyorsan akartam mondani, és nem a Stinger rakéták, hanem a majd eszembe jut, hogy milyen rakéta az, ami tankok ellen van később. Tehát ez az RPG, ez csak így pum, becsapódik valahová, és ugye ez a robbanó töltet az elején, ez ilyen hatalmas felhevülve, egy ilyen olvat fémé alakulva, így átüti egy kis ponton a páncélt, és akkor ott belül robbanást okoz. Na most ez a tandem töltet, ez azt jelenti, hogy kettő van benne. Ugye most már a tankoknak úgynevezett reaktív páncélzatuk van, most ezen fogom szimulálni, tehát ez egy tank, és a tank tetején van egy reaktív páncélzat, vagyis amikor jön a töltet, ez a robbanószer, ez felrobban. Bum! És akkor így az RPG az megsemmisül. De amiben két töltet van, tehát képzeljétek, hogy ez a töltet, ez így néz ki, hogy itt is van, meg itt középen is. Ugye az első töltet jön, az ezt a reaktív páncélzatot, ez felrobbantja. Gyakorlatilag a megmaradó felülete már nincs reaktív, tehát nincs védelmi töltet, és a második töltet be tud csapódni. Na, egy ilyennek sikerült átütnie az egyik Challenger tanknak az alját, és ezt alulról találta el. Itt az egyik katona súlyosan megsérült a lábán, de még ezt sem tudta. Javelin rakéta, köszi, hogy beírtátok, igen, Javelin rakétákról beszélek. Tehát azok irányított rakéták, ott egy keresőrendszer vezérli rá a rakétát, ugye először felmegy magasra, és felülről csapódik be. Pont azért magyaráztam így. Tehát a kilőtt rakéta, az felmegy, megkeresi a célpontot, és a tank leggyengébb pontján a tetején csapódik be. De a reaktív páncél ugye ez ellen is védelmet nyújthatna, de nem fog. Na most ez a tandem charge sem tudta megszüntetni. Voltak olyan esetek, az angol védelmi minisztérium beszámolója szerint, amikor hagyományos RPG rakétákkal lőttek a Challengerekre, ugye itt főleg a Basra ostrománál, igen, azt írja, volt olyan Challenger tank, amit 70 darab talált el, és nem tudták kilőni. Óriási, mondhatni az óriási dolog. Ez egy kicsit a Wikipédiában, tehát én egy kicsit kételkedtem ebben a 70-es számban, de több ilyen esetet is leírnak, amikor többszörös, most nem hagyjuk a 70-et, de többszörös RPG találat sem tudta ugye ezt kilőni. Na most például ilyen harcoknál ugye ezeket a tankokat alapvetően nem ezekre készítették fel, tehát amikor Afganisztánba küldték őket, vagy Irakba küldték őket, és úgynevezett lázadók elleni harcról volt szó, tehát ugye ezek felkelők, ezek mit tudom én, tálibok, vagy az iszlám állam katonái voltak, ugye ezek nem rendelkeztek modern páncéltörő fegyverek, ez az RPG nem minősül annak. Úgynevezett ilyen, hát útmenti, angol minek hívják, IOD-nek, vagy valami ilyesminek, hogy ilyen improvizált robbanó szerkezet, és ennek van egy három betűs rövidítése, tehát ilyenekkel robbantgattak, ugye megy a tank, és akkor az útmenet elhelyezett, mit tudom én, van egy tüzérségi lövedék, egy 155 mm-es tüzérségi lövedék, mondjuk, amit nem egy ágyúból lőnek ki, hanem oda teszik az út mellé, szerelnek rá egy kis drótot, és akkor tudjátok, egy telefonhívással vagy egy gomnyomással, pum, felrobban. Na, ilyenek pusztítottak azért rendesen az amerikai telepjárók között, de ezek sem tudták felrobbantani a Challenger tankokat, viszont hozzá kell tenni, hogy ezeket a tankokat alapvetően nem ilyen harcra tervezték. Tehát ez ugyanúgy megsérülhet mondjuk a lánctalp, megsérülhet esetleg az üzemanyagellátórendszer, tehát a tank esetleg maga mozgásképtelenné válhat, a személyzet túléri, el kell vontatni, meg kell javítani, de az ukrajnai harc az nem ilyen. Tehát az rendes tank-tank elleni harc. Tehát oda olyan fegyverek kellenek, amik már bizonyítottak. A Challenger viszonylag keveset bizonyított ebből a szempontból. Ugye a Wikipédia már egyébként hozza, tehát elég néhány napos ez a hír, de a Wikipédia már külön bekezdésben hozza azt, hogy
Ukrajnának szállítanak a Challenger 2-esekből, tehát ez azt mondja, hogy január 22-i hír, azt hiszem. 14-én szellőztették meg, és aztán utána nemrég jelentették be. Igen, tehát hogy ez véglegessé válik. A Challenger 3-asok, tehát ez a Challenger 2-esekből Challenger 3-asokat csinálnak, ez pedig nem várható 2027 előtt. Tehát olyan tankokat küldenek igazából Ukrajnába, amiből egyrészt nekik is kevés van, másrészt annyira túl sok harci tapasztalat azért nincs vele. Nézzük az igazán érdekes és régóta vált Leopard tankokat, Leopard 2-es tank, csak hogy értsétek, hogy miért mondtam azt, hogy a 400 az egészen kevés, mert a Leopard 2-esekből 3600 darab készült. Tehát a 400 angol Challengerhez képest 3600 Leopard tank készült. Hozzáteszem, hogy a Challenger csak Anglia, most nem tudom, hogy Omán, azt hiszem a másik ország, várjatok. Omán. Tehát csak Anglia és Omán használja. Ezzel szemben a Leopard 2-est 14-15, vagy akár még ennél is több ország használja. Ugye az európai országok közül nagyon sokan kaptak, meg kaptak kanadaiak, kapott azt hiszem Ausztrália és Indonézia, Szingapur. Tehát elég sok helyre elkerült. A Leopard 2-es 1970-es években tervezték, 1979-től a napjainkig van szolgálatban, tehát azt jelenti, hogy kapásból majdnem 10 évvel idősebb, mint a Challenger, és ugye az emberek azt gondolhatnák, hogy na hát most akkor milyen tankokat adunk már az ukránoknak, miért nem a T-72-eshez képest egy 50 éves német tankot küldeni? Hát még ekkor is nagyon sok értelme lenne, de az óriási tévedés, és akkor itt most megint meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire modernek a nyugati modern tankok. A Leopard 2-eseknek többféle sorozata van. Ha most csak a mostani variációkat nézzük, akkor az A4-től, A5, A6, A7, és az A7 plusz. Az A4-es az, amivel esetleg klasszikusan sokan félreértik, hogy az most egy öregebb tank, meg is mutatom. Tehát az A4-es arról ismerhető fel, hogy az első, tehát a torony első része az teljesen függőleges. Tehát így látjátok, most, hogyha megnézzünk egy ilyen Leopard tankot, és akkor most megmutatom mellette az A7-est, akkor azonnal észrevehetővé válik a különbség, hogy ennek már teljesen ilyen, ugye itt lenne a függőleges verzió, és ugye erre plusz páncélzatot tettek. Tehát erről lehet szemben is nagyon szembetűnő egyébként, hogy nem az a lapos, hanem egy teljesen egy ilyen, hát szerintem meglehetősen futurisztikus és nagyon jól kinéző dolog ez az A7-es tank. Tehát hogy a Leopard fejlesztése, ez olyan, mint azt mondanánk, hogy a Volkswagennél a Golf mióta van. Tehát azért, meg Golfnak hívják, a legelső Golf, meg a mostani Golf, mit tudom én hánynál tart, 7-es vagy 8-as vagy akármennyi, ugye nem kell mondanom, hogy hogyan hasonlítsuk össze. Tehát a Leopard 2-es tankoknál, azon belül is az A4-es volt az az első sorozat, amit nagy számban gyártottak a németek, majd a hidegháború végével, tehát mondjuk így a 90-es években ezeket kiszórták más NATO, baráti NATO tagországon, például a Spanyolország is kapott belőle, a norvégok, mindegy, tehát ez több ország kapott. És ugye ezek a németek által leszerelt A4-es tankok nem azok a modern Leopard tankok, amikről most beszélünk, az A7-es. Na most a felajánlás a legtöbb országnál az A5-ös vagy az A6-os variánst jelenti, amik szintén rendelkeznek már ezzel a modern páncélzattal, meg ugye minden egyes variánsnál, tehát az A5, A6, A7, stb. Minél volt jelentős fejlesztés. Ugye ezek a fejlesztések jelentettek elektronikai fejlesztést, jelentettek jelentős páncélzati fejlesztést, tehát nem csak a torony páncélzatát, hanem a has páncélzatot is fejlesztették. Pontosan ilyen tanúságokból, mint amíg a Challenger tankokat értek, ugye egy alulról aknarobbanás, vagy stb. Ezek rendkívül védett tankok már. Több száz darabban ezekből Lengyelország, Norvégia, Spanyolország, Portugália, Finnország, Hollandia, Svédország, Kanada, csak hogy néhány országot mondjak. A Leopard tankok még ennél is kevesebb harci tapasztalattal rendelkeznek. Ugye KFOR, IFOR, ISAF, meg ilyen, tehát ugye NATO békefenntartó missziókban használták őket. Alapvetően ez sem a németek, hanem kanadaiak. Illetve a törököknél van ilyen tapasztalat, hogy ha valaki nagyon károgni akar, hogy a Leopardokat is kilőtték. A törököknél van ilyen tapasztalat, hogy amikor Szíriában bevetették ezeket, nekik 354 Leopard tankjuk van, tehát ez nagyon sok. Hogy ott jó pár 2A4-es tankot kilőttek.
Tehát ugye ezekre az A4-es tankokról beszélünk, ugye ott az első torony az még nem volt annyira védett, de hát ott is nagyon sokan, főleg alsó vagy hátsó találatot kaptak. Tehát ezek nem mérvadóak, hogy azok nem szerepeltek ott annyira jól. Más tapasztalat nincs, tehát azt hiszem, hogy talán a Leopard 2-esekkel van a legkevesebb tapasztalat. Ezek az upgrade-ek, amikről beszélünk, tehát ez, hogy az A4-ről egész hosszú leírás van, hogy milyen tapasztalatok vannak, az A5 volt, amikor már például elektromosan vezérlik a toronyforgatást, tehát ez még tovább könnyítette, ugye a Leopard 2 a legkönnyebb, 60 tonna, ugye 60 tonna az rengeteg, most ha elképzelitek, hogy 60 tonna az mennyi, egy átlagos személyautó az mondjuk másfél tonnás. Egy nagyon nehéz merci terepjáró, ugye, ami nekem is volt, tehát egy nagy merci terepjáró az 2 tonnás. Tehát egy Leopard 2-es tank mellé oda tennél 30 darab bazi nagy merci terepjárót, meg egy Leopard 2-es tankot. Tehát egy tank az körülbelül mondjuk 2 személyautónyi. Tehát 2 személyautónyi helyre kellene elférnie 30 merci terepjárónak, vagy azt mondom, hogy 40 átlagos személyautónak. Tehát ez nagyon-nagyon sok, ez a 60, de még ezzel is a legkönnyebb a Leopard 2-es. És hát a harmadik az M1, az amerikai Abrams tankja. Ugye ez 1980-ban került szolgálatba, 1972 és 75 között tervezték, de 80-ban lépett lényegében szolgálatba, és hát ez aztán, ez látott akciót mindenhol. Ez az első öbölháborútól kezdve a második iraki háborúig, ez mindenhol ott volt. Egyetlen jellemző adatot akarok mondani nektek, és már is odalapozok. Az első öbölháború idején 1991-ben 1848 darab, ja, ebből 10.400-at gyártottak. Tehát 10.000 darab, most még ez a Leopárdnál is sokat, 10.000 darabot gyártottak belőle. Az első iraki háború alatt 1848 M1-es tankot telepítettek, ugye, tehát ez került kiszállításra Irakba. Nagyon kevés, azt írja a cikk, hogy nagyon kevés M1-es tank semmisült meg, de egy sem úgy, hogy a személyzet is meghalt volna. Összesen 23 Abrams tank semmisült meg, vagy sérült meg, ebből 9 az, ami teljesen megsemmisült, és ebből 7 volt az, ami saját tűz által. Tehát az amerikai kilőtték 7 saját tankjukat, 2-t pedig szándékosan semmisítettek meg, hogy ne tudják elfoglalni az irakiak. A maradék tank, tehát a többi, az csak kisebb sérüléseket szenvedett, ugye ezeket megmentették. Na, és akkor itt jön a lényeg, hogy az M1-esnek az a különleges képesség, hogy már 2500 méterről ki tudja lőni az ellenséges tankokat. Ugye az irakiaknak a legjobb, az iraki tankok túlnyomó többsége, amiket így natur kilőttek, azok ugye a T-55-ösök voltak, de a fejlettebb T-72-esek, amiben elég sok volt az irakiaknak. Ugye a fejlettebb T-72-esekről beszélünk, ezeknek sem volt nagyobb a lőtávolsága 2000 méternél. Tehát 500 méter előnye volt az Abramsnak. Gyakorlatilag az Abrams meglátta, kilőtte a tankot, mielőtt az még egyáltalán közel tudott volna jönni annyira, hogy egyáltalán egy lövést megpróbáljon. Elképesztő mennyiségben gyakorlatilag leradírozták az iraki tankhadasznályokat a térképről. És akkor itt van ezzel szemben a T-72-es, úgy, amivel nagyrészt szembenéz az ukrán hadsereg is, és nekik maguknak is ilyen tankjaik vannak, csak hogy lássátok, 1973 óta van szolgálatban, és 1967 és 73 között tervezték a T-72-est, és mintegy 25.000 darabot építettek már eddig belőle. 1968 óta jelenleg is szolgálatban van, tehát a T-72-est soha nem vonták ki. Tehát ha megnézzük a modern nyugati tankokat, hogy igen, a 80-as években vezették be, de a 70-es évek végén tervezték őket, még akkor is 10-12 évvel régebbi ennél is a T-72-es, tehát egy generációval korábbiak a T-72-esek. Viszont elképesztő mennyiség van ebből, 25.000 darab. Na most, hogy átnéztük így a fegyverzetet, viszont a T-72-esekkel aztán mindenhol is harcoltak, tehát ez a már rengeteg harci tapasztalat van. Nézzük egy kicsit ennek az egésznek a kifinomultságát. Ugye a T-72-esek is jelentős modernizáláson estek át, tehát rengeteg verzió van belőle. Az ukrán hadsereg például saját maga is gyártott T-72-eseket, saját maga is upgrade-elte őket, és azok a T-72-esek már modernebbek, mint amivel az oroszok támadnak. Még annyi gyorsan, hogy a T-72-es a T-60 a T-72-esek és a T-80-asok meg a T-64-esek leváltására született a T-90-es tank.
Tehát ugye ez egy ilyen komplex tervezési valami volt, és a T-90-esek minősülnek, most a T-14-es armatát hagyjuk, tehát a T-90-esek minősülnek az oroszok legmodernebb tankjainak, ebből kb. Olyan 1000 darabot csinál, 700 1000 darabot ír, nem tudom, hogy miért ez a nagy szórás, nem tudják megalapítani, de ezek már kifogyóban vannak. Tehát az oroszok is nagyjából T-72-esekkel harcolnak, vagy talán még régebbi tankokat is elő fognak hozni. Ugye a T-72-es most, vagy a T-90-es most nem számít, a T-72-essel számolunk. Hát a T-14-es armata, ugye, ami a legmodernebb tank lenne, ez 2014-ben mutatkozott be. Nincs arra vonatkozó szám, hogy ebből mennyit építettek. Olyan hírek keringenek, hogy egy néhányat kiküldenek, most már egy éve tart lassan a háború, és nagyon sokan megkérdőjelezték, hát az oroszok legmodernebb tankja a T-14-es armata, ami a flotta büszkesége, és igazából az angolok is azért gondolkoznak most azon, hogy akkor kicsit fejleszték a Challengereket, vagy ne, mert kijött a T-14-es. Tehát azért ez elég nagy félelmet okozott a nyugati szövetségeseknél, hogy hát ez egy nagyon modern tank lesz, hoppá. És felmerül a kérdés, egy éve tart a háború lassan, miért nem küldtek az oroszok még T-14-est a frontra? Hát ugye két oka van, most megteszik, tehát most küldenek néhány darabot, nem mondják meg, hogy pontosan hány darabot, egyrészt. És hát ugye egytől egy kicsit a nyugati indok is az volt, hogy azért nem küldenek modern tankokat, mert ha egy ilyet elfognának, tehát ha egy Leopard 2-est mondjuk megszereznek az oroszok, akkor kikémlelhetik a titkokat. Na most ez egy kicsit kamuduma, mert ugye a Leopardból annyi minden van, annyi minden országban van, tehát a törököknél is van, és ugye az iszlám állam is elfogadta a Leopard 2-eseknek az A4-es verziójából elfogtak 2-3-at is. Tehát ezt nyugodtan átadhatták utána az oroszoknak, vagy eladhatták ezt a technológiát. Tehát már ilyen nincs. Az armatánál, a T-14-esnél viszont ez teljesen jogos, hiszen 2014-es, ugye 2015-től állt hivatalosan szolgálatba, de valójában soha nem állt szolgálatba, csak hivatalosan attól van szolgálatba. Tehát ott vannak olyan technológiák, amire a nyugat nagyon is kíváncsi lenne. És ugye teljesen veszélyes az, hogy most talán 20 tankjuk van ebből a T-14-esből, azt most kiküldik. Egyet csak elfognak az amerikaiak, vagy akárki. Valójában szerintem az oroszok inkább nem attól félnek, hogy a technikát kikémlelik, hanem az amerikaiak rájönnek, vagy a németek, vagy teljesen mindegy, kinek a kezébe kerül, hogy ez egy nagy kamu. Hogy igazából nincs semmi, ami ezzel történne. Most nem is tudom, nagyon gyorsan akartam mondani, talán a szó 34-es, 37-es, 39-es. A franc se tudja már ezeket a számokat megjegyezni, de a legújabb sokadik generációs orosz vadászrepülőgép fejlesztésébe be kellett vonni Indiát, azért, mert ma egyedül nem tudták kifizetni ezt a pénzt, és aztán egy-két évvel később India kiszállt ebből az egészből, mert rájöttek, hogy ebből semmi nem lesz ebből a projektből. A T-14-es armata is ilyen. Megpróbálták exportálni, nem kellett senkinek. És most, amikor végre kiviszik a frontra, olyan hírek keringenek, hogy két napja jött ez az első ilyen hír, hogy az orosz csapatok nem nagyon akarták átvenni a T-34-eseket, mert teljesen a T-14-eseket, bocs, tehát T-14-es armata tankokról beszélek, nem akarták átvenni a T-14-eseket, mert rengeteg gond van velük, nem leáll, a motor nem stimmel, a vezérlés nem stimmel, ebből még elég nagy gond lesz. Tehát jelenleg, amivel Ukrajnának szembe kell nézni, az a T-72-esek és a T-90-esek, egy kevés T-90-es, T-72-es. Kérdés tehát, az M1, a Leopard 2 és a Challenger 2 tank le tudja radírozni a T-72-eseket? Mint a pincs. Én azt mondom, mint a pincs. Ez ilyen mészárszék lesz, hogyha ez megérkezik. Tehát azt, hogy a nyugati modern tankok mennyire modernek az oroszokhoz képest, szerintem azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy... De felmerül a másik kérdés. Hogyan fogják használni ezeket a tankokat az ukránok? Képzeljétek el egy Lada Nivát, ami terepjáró, meg képzeljétek el egy Mercedes ML osztályt mondjuk, ugye, ami nekem is volt. Tehát egy gyönyörű Mercedes terepjáró egy Lada Nivával. Egy Lada Niva az ugyanúgy most sokan vitatkoznátok vele, ugye a Mercedes alapvetően egy városi terepjáró, még akkor is, hogyha egyébként négy kerékhajtás, meg minden elektronikus is, meg minden, de képzeljétek el, hogy egy ennek nem az a feladata most, hogy terepet járjon, hanem az, hogy mondjuk mind a Mercinek, meg a Lada Nivának is van az elejére szerelve egy gajtörő rács, és akkor sok minden dologra lehet használni. A Lada Nivával azt csinálják, hogy fogják, és így a gajtörő rács, hogy bum, neki mennek a akárminek, amit el akarnak ütni vele. Na most ugye a Mercinek rengeteg kifinomult elektronikai rendszere van, ilyen lejtmenetvezérlőtől kezdve a négykerékhajtásvezérlő, stb. Most képzeljétek el, hogy a Mercit lehet úgy is használni, hogy az összes elektronikáját és az összes tudását kihasználjuk, vagy egyszerűen a Mercit, mint 2 tonnás darab vasat, leredukáljuk arra a szintre, mint egy Lada Niva, és bum, menjünk neki az ellenségnek. Tehát ezeket a modern nyugati tankokat is lehet úgy használni, mint a T-72-eseket, hogy csak beleülünk, aztán lövünk arra, amerre látunk, hanem megfelelő a kiképzés. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ezeket a nyugati tankokat a képességeik határáig ki fogják-e használni. Tehát az, hogy a
Papíron tök jól mutat majd a Leopard 2 is, aztán meglátjuk, mire lesz képes tényleg ez az új A7-es verzió. Az A7-es verzió nem azt fogják küldeni, ugye az A7-es meg az A5-ös, de az A7-es verzió az, amiből Magyarország is rendelt másodikként. 44 darabot rendeltünk, majd meglátjuk, hogy ez megérkezik-e. Ez viszonylag friss, azt hiszem. Az A7-es az 2010-ben mutatkozott be, és azt hiszem 2014-től szállítja. Magyarország 2018-ban rendelt ebből. Úgyhogy egy nagyon erős kérdés lesz az, hogy az ukránok ezt hogy fogják használni. Tehát beülünk, vezetünk, bum, vagy pedig kihasználják az éjjellátó funkciót. Ugye ez az, amiben óriási hiány van. Az orosz gyalogságnak sincs éjjellátója. Az amerikai katonáknak darabonként minden katonának van éjjellátója. Az oroszoknak meg mit tudom én, egy századnak van egy, vagy valami ilyesmi. Tehát a egyéni katonai szinten nincs éjjellátójuk, ez is problémát jelent. És hát a T-72-esek mindegyike sincs felszerelve éjjellátó felszereléssel. Na most kihasználják az éjjellátót, kihasználják-e azt a lézeres célkeresőt, kihasználják-e a digitális kijelzőket, amiben gyakorlatilag olyan, mint egy tankjáték. Tehát egy, mint ahogy én nézem most itt a telefont, vagy ezt a monitort, egy monitoron látszik az éjjellátó kamera képe, a célkövető rendszer, külön a tankparancsnoknak és külön a lövésznek is, tehát a tüzérnek, nem tudom már kinyögni. És akkor ez adja azt az előnyt, hogy az M1 ki tudja lőni mondjuk 2,5 kilométerről a T-72-es, még a T-72-esnek maximum 2 kilométer az effektív lőtávolsága, de az is csak nappal jó időben. Tehát éjszaka az nem fog látni semmit ebből. Tehát leradírozhatnak, mit tudom én, 50 T-72-est úgy, hogy még észre sem vették, hogy kilőttek ki őket, ha éjszaka használják, ha ködbe használják, ha megfelelő módon használják. Na most ahhoz, hogy az ukránok ezeket a tankokat tudják is használni, egyrészt kiképzés kell, ami minimum hónapok, de inkább azt mondják, hogy 3 hónap. Tehát az angolok is ott tartanak, hogy körülbelül ebből a Challenger tankokból március vége, április elejére lehet valami. Az amerikai tankokról ne is beszéljünk, hiszen azokat, most mondanám azt, hogy át kellene szállítani Amerikából, de nem így van, hiszen Németországban a Rammsteini bázison ugye állomásoznak már itt amerikai tankok, sőt, a háború kitörésekor, ugye meg jelenleg is, tehát alig 2 héttel ezelőtt, mikor volt az a műsorom, 2 héttel ezelőtt is a holland kikötőkbe pakolják kifelé az amerikai tankokat, tehát jelentős mennyiségű Abrams tank van már jelenleg is Európában, ez elég lehet ahhoz, hogy ők is tudjanak adni. Ez viszont nem olyan egyszerű. Ugye most összehasonlítottam néhány dolgot. Van egy nagy különbség, például az Abramsoknak repülőgép hajtóművük van. Tehát ilyen turbinás hajtómű, a Leopard 2 és a Challenger az dízel, tehát abban sima dízel kell, az amerikai viszont kerozinnal kellene, hogy menjen. Elmegy mással is, tehát ilyen leírások szerint elmegy az benzinnel is, meg dízelről is, ha belöntik, de alapvetően kerozinnal kellene menni, és ugye egy teljesen más technológia egy repülőgép hajtóművet szervizelni. Tehát egy, magukat a vezetőket, tehát a tank, igen, tehát a sofőrt, bocs, hogy így mondom, a tankvezetőt is ki kell képezni, hogy hogy kell valamit vezetni, a tankparancsnokot, hogy ezt hogyan használja a képességeit a tanknak, ki kell képezni a lövészt, a tüzért, hogy egyáltalán ez hogy működik. Ki kell képezni egy teljes szervizbrigádot arra, hogyha ezzel bármi történik, azt meg tudják javítani. Tehát ez nem olyan, mint hogy az oroszok hátrahagyták, hogy na, fussunk, szaladjunk, ott hagyjuk a T-72-eseket. Ezeket a tankokat nem szokták ott hagyni. Látjátok, Irakban is az amerikaiak kilőttek 2 tankot csak azért, hogy ne szerezhesse meg az ellenség, de a legtöbb esetben ezeket a tankokat visszavontatják és megjavítják. Tehát ezt nem lehet csak úgy ott hagyni a mezőn. Elég drágák ugye ehhez. A szervizbrigád kiképzése még az is lehet, hogy hosszabb idő, mint maga a személyzet, tehát a kezelő személyzet kiképzés. Én szerintem gondoljatok bele csak egy sima autós vizsgába. Autót vezetni, megtanulni sokkal könnyebb, mint megtanulni azt, hogy kell megszerelni, ha elromlik, pláne meg egy modern autónál, amiben már minden is számítógép vezérelt. Tehát egy modern autón nem lehet csak úgy fékbetétet cserélni, hogy szétnyomom a dugattyút, kiveszem a fékbetétet, mert az én Mercedesemben is például már számítógépes programmal kellett megmondanom, hogy te most elektronikusan húzd szét a dugattyút, kézzel nem lehetett feszegetni. Van egy ilyen programmenü, hogy fékbetét csere, és akkor ki tudom menni a fékbetétet. Ugye ezeket mind meg kell tanítani, ezeket az ukránokat. Harmadik, logisztika. Hogy viszik oda? Hogy viszik oda a felszerelést? Hogy viszik oda hozzá a lőszer mennyiséget? Tehát úgy tűnik, első látásra, hogy amikor azt várjuk, hogy akkor most a tavaszi offenzívában hatalmas áttörések lesznek, vagy
vagy akár ez mind egy jelentős változást okozhat, akkor ezek a hírek mind arra utalnak, hogy hát ez nem egészen így lesz. Örüljünk, hogyha egyáltalán annyi idő, vagy akkora odaérnek ezek a tankok, hogy majd az ukránok meg tudják védeni magukat, mert ugye az oroszok is támadnak. Az oroszok is terveznek egy hatalmas offenzívát. És akkor korábban, szerintem a január elejé videómban mondtam azt, hogy politikai jelentősége van ezeknek a tankoknak. Tehát az, hogy a tankokat oda küldik, az egy politikai döntés. De azt megelőzően titokban már elkezdődhettek a kiképzések. Tehát lehet, hogy már hónapok óta folyik a kiképzés, lehet, hogy már hónapok óta titokban folynak azok a kiképzések, hogy hogyan kell harcolni egy ilyen tankkal. Az is lehet, hogy már a szerelőket is elkezdték kiképezni, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát azért Ukrajnának is rengeteg harckocsizóra van szüksége, és teljesen más kiképezni valakit a nulláról. Tehát azt mondom, hogy soha nem láttam még tankot, vagy valakit, aki ugyan T-72-est már vezetett, de azt most át kell képezni egy másfajta rendszerre. Tehát azért, ha valami gyakorlata van, az már jó. Na most, ha effektíve Ukrajna 300 nyugati harckocsit kért, és ez a 300 harckocsi ugye elég jelentős. Ha most csak 100-at nézünk, és 4 fős legénységgel számolunk, az 400, de ennél egy kicsit többet kell kiképezni. Mondjuk a szerelőkkel együtt azt mondom, hogy duplázzuk ezt meg, és mondom 1000. Tehát 1000 jól képzett és a feladatához értő harcoló személyt nem tudnak kivonni a frontról. Tehát ezt most nem engedhetik meg maguknak, hogy akkor mondjuk már decemberben elküldtek ezt az 1000 embert, és mostanra készen állnak. Tehát azért ennek van nehézsége. Látom, írja valaki, hogy már megkezdődött a kiképzés Angliában. Hát persze ez nagyon okos dolog bejön, hogy már megkezdődött a kiképzés Angliában, de tök mindegy, hogy tegnap kezdte meg a kiképzés, vagy tegnap előtt, akkor is 3 hónap lesz. És most akkor nézzük a racionalitást. Ugye február 24-én támadtak az oroszok, és már akkor tankokkal támadtak. Tehát van egy hónapunk, mondjuk a következő orosz támadásig. Tehát most azt mondjuk, hogy hideg fagy, vagy latyak. Ugye az őszi csapadék, a hó elolvadása, az kevésbé kedvez ezeknek a támadásoknak, hiszen akkor olyan sár, meg minden, ahogy abban nem tudnak annyira mozogni a páncírozott járművek. Itt a februári támadásnál volt egy olyan számítás, ugye tudjuk, akkor volt a pekingi olimpia, és hát volt egy ilyen, hogy ugye a kínaiak megkérdezik az oroszokat, hát ne támadjatok már, míg az olimpiának vége nincs. És valahogy tényleg úgy lehet, hogy az olimpia vége után egy pár nappal indult meg a támadás. Tehát ez volt lehetett egy oka a halasztásnak, ha ez nem lesz, akkor most akár előbb is várható ez a támadás. Tehát most a hidegbe, a fagyok idején, a megfagyott talaj, olyan sokkal jobban tudnak menni ezek a páncélozott, és ugye ezért fontos a súlyuk is. Nem minden híd bír el például 60 tonnát, hogy egy tank átmenjen rajta. Egy tank nem feltétlenül tud mindenen csak úgy átmenni, azért nagyjából kellenek utak, hogy ott tudjon közlekedni. A mezőn persze át tud menni, de egy mezőn is lehet egy kis patak, vagy egy kis csatorna, vagy valami, amin híd nélkül azért nem tud átkelni teljesen. Na mindegy. Tehát ugye én azt mondom, hogy ez a támadás nem biztos, hogy majd március-április körül lesz, hanem most. Tehát az oroszok lehet, hogy most döntenek, úgy pláne meg a hírek hallatán, hogy megjönnek ezek a tankok. Ha az oroszok úgy döntenek, hogy most támadnak, akkor semmilyen módon nem tudják ezeket az ukránok felhasználni. Tehát se odaszállítani nem tudják ennyi időt, se a kiképzés szerintem nem történhet meg. Ha ez van, amit gondolok, hogy esetleg korábban már megindultak a kiképzések, és most így gyorsan előrántanak 500 katonát, akik már mindent is tudnak a Leopardról, meg a Challengerről, azért egy kiképzés és egy harc más. Tehát azok nem lesznek rögtön akkora harcértékű katonák, mint akik már, mit tudom én, 10 éve T-72-esen harcolnak. Tehát ez a hír, hogy az ukránok végre modern nyugati tankokat kapnak, ez a harctéren sorsfordító szerephez szerintem most még nem juthat az ukránok részéről, ha csak nem történik valami csoda. És nem szállítottak már ki mindent, és nem, mert ugye nagyon sokszor tudjuk, hogy hogy az angol miniszterelnök Boris Johnson mondjuk Kijevbe látogat, azt már csak akkor tudjuk, mikor már visszafelé jön. Tehát nem mondják meg előre, és azt is jóval előre szervezték le. Tehát ezek a dolgok, hogy most így történnek, lehet, hogy már valójában rég leszervezésre kerültek, és ott vannak ezek a tankok. Szerintem nem. Szerintem ez egy kicsit még el fog húzódni. De a következő jelentősége, ugye ez már támadó erőnek számít,
És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor miért ne adhatnánk modern légierőt is az ukránoknak? Tehát miért ne kaphatnának, most nagyon megpendítették az F-16-osokat, hát ezt erősen megkérdőjelezném, hogy az F-16-os modern légierőnek számít, hiszen az is legalább, na ezt pont nem kerestem meg, de akkor nézzük meg. Az F-16 Falcon az egyik kedvenc gépem, én is repültem vele szimulátorban, ilyen 60-as évekre emlékszem, egyébként 60, bocs, tévedtem, 74-es. 74-ben repült először. Igen, 4600 darab épült belőle. 73-ban repült először. 67-re gondoltam, hogy akkor kezdték el a... Igen, a 60-as években kezdték el tervezni azt, hogy leváltják az akkori gépeket, de mégis 73-ban készült el az első. Tehát ez egy velem, 74-es vagyok, de ugye ez egy velem egy idős gép akkor. Majdnem 50 éves a gép. Ez semmiképpen nem nevezhető modernnek, nincs lopakodó képessége. Alapvetően az F-16-os az egy multi-role fighter, tehát az azt jelenti, hogy több funkciós, de ugye tudjuk, hogy ez ma már más jelent. Tehát egy modern gép az mondjuk az F-22-es Raptor. Amit nem fognak odaadni az amerikai, hogy ez lopakodó képességekkel bírna. De még ez is nagyon nagy szám lenne, hogyha az ukránok F-16-osokat kaphatnának, méghozzá azért, mert az már képes lenne a modern NATO szabvány szerinti rakétákat kezelni. Ugye akartak küldeni modern NATO rakétákat az ukránoknak, csak hát ezeket nem lehet felszerelni a MiG-29-esek pilonjaira. Ugye más a számítógép is, ami vezérli, más a felfüggesztés, meg minden. Csak én olvastam híreket erről, hogy az ukránok barkácsoltak valamit, és végül fel tudtak tenni ilyen modern rakétákat, de hát ez nem ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy ez eleve arra készült, és akkor abból millió darabot tudunk szállítani. Tehát igazából a fegyver odaadásával, azzal, hogy az F-16-ost odaadjuk, alapvetően szerintem egy szintet fog lépni az ukrán légierő, de nem is ez a fő cél, hanem odaadunk valamit, amihez aztán tudunk küldeni majd egy csomó minden fejlesztést. Tehát tudunk küldeni felszerelést, rakétákat, pótalkatrészt, meg minden nyomját. A MiG-29-eshez már nincs senkinek. Tehát a MiG-29-esekhez, meg a Su-25-ösökhez már a románok, meg a bolgárok is odaadták az utolsó csavart is, amelyük volt raktáron. Tehát egyszerűen kifogytak, az oroszoknak se lesz a sajátjaikhoz. Úgyhogy én egy óriási áttörésnek érzem ezt politikai szempontból, hogy ebben is egységes lett végül a NATO, hogy akkor odaadják a tankokat. Végső következtetésként azt mondom, hogy ez talán még hónapokig nem fog érződni a harcokban. Nézzük egy kicsit ezt a szolidális Bakhmut történetet, amit a múltkor szerintem jelentősen kielemeztem, ugye ott még térképen is mutattam, hogy hogy néz ki az áttörés, hogy néz ki a bekerítés, ugye azzal, hogy Szoledár elesett Bakhmuttól egy olyan 10 kilométerre, 8-ra talán, vagy valami hasonló. Továbbra sincs stratégiai jelentősége Bakhmutnak, szimbolikus jelentősége van, mind az ukrán, mind az orosz fél számára, ugye ez a frontvonal 2014 óta húzódik ott, tehát ott elég felkészülés, elég mértékben fel tudott készülni az ukrán fél arra, hogy mélységi védekezést alakítson ki, tehát ha a város felét elveszítik, akkor nem az oroszokhoz hasonlóan fejvesztve menekülnek, ugye akiket a harkovi támadás, az északi támadás annyira váratlanul ért, hogy az egész régió az ukránok kezére került, nem volt kialakítva a mélységi védekezés, gyakorlatilag egy lövészárakból csak a semmibe futhattak hátrahagyva a felszerelést. Bakhmut környékén nem ez a helyzet, tehát ott elég komoly védelmi vonalak vannak. Két kérdés van, az orosz támadás és az ukrán támadás. Hát az orosz támadás, a tavaszi offenzíva, most már kicsit úgy beszélünk, hogy a második világháborús terminológiában. Ja, a második világháborús terminológiai, mielőtt a offenzívákról beszélnek, gyorsan megemlítem. Ugye azt mondhatnánk, hogy a kevesebb létszámú tank, tehát az oroszoknak eddig körülbelül ilyen 3000 harcjárművet, páncélozott járművet veszítettek el, ezeknek csak egy része tank, egy része páncélos szállító jármű, stb. Tehát 3000 a veszteség, nagyon sok ez a veszteség. Az ukránok 300 tankot kérnének, sokkal több van az oroszoknak, tehát most a kérdés az, hogy elmondtam ezeket a modern dolgokat, amik milyen páncélzat, reaktív, lézeres célkereső, éjszakai látó, digitális, elektromos vezérlés, minden, hogy ez ére valamit, csak simán jövünk és lövünk T-72-esekkel szemben. Ugye nagyon kiváló példa erre a második világháború 1943 a Kurski csata, amikor először vetették be a németek csúcsfegyverét, a rendkívül modern és fantasztikus párduc tankokat, meg ugye akkor tigris tankok is voltak már egy-kettő. És hát az oroszok megjöttek a T-34-esekkel, ami tudjuk, hogy nagyon sokáig T-34-es, csak jön, lő, aztán kész. Ugye a németek már akkor olyasmit megcsináltak, mint a
a lánctalpat hajtó, nem a lánctalpat hajtó, hanem a lánctalpon, tehát azok a kerekek, amiken a lánctalpak futnak, na, sikerült kinyögnem, azokon gumiborítás volt. Ez nagyon drága azért egy gumit így rátenni a fémre, viszont ez rendkívül jó stabilitást biztosított annak, kényelmes volt a személyzetnek, és egy pontosabb, precízebb célzást tett lehetővé, hiszen stabilabb volt a tank. Az oroszok nem foglalkoztak ezzel, adtak egy jó nagy sisakot, tudjátok, ezt az ilyen bordázott valamit, hogy ott aztán mindenhova is bevágta az ember a fejét. Erősebb volt a páncélzatuk, jobb volt a tűzvezetésük már akkor, jobb volt, akkor még csak egy periszkóp volt, amin az ember kikukucskált, és így bum, azt ott eltalálom. De a lényeg az, hogy a német tankok sokkal modernebbek, minőségibbek voltak, de túl komplikáltak is. Tehát a német hadipar akkor nem tudott kellő mennyiségben és úgy összerakni dolgokat, hogy az kellő számban vegye fel, míg az oroszok ezzel a igénytelen, minőségtelen vacakkal, mint hogy a Lada Nivával legyártottak, mit tudom én, mondjuk 100 német tankkal szemben 1000 orosz tankot. Tehát teljesen mindegy volt, hogy a veszteség 1-10-hez. Az oroszok tudták azt pótolni, a németek nem. A kérdés az, hogy most vajon ugyanez lesz? Tehát hiába küldünk el az ukránoknak mondjuk 100 modern nyugati tankot, azzal szemben az orosz horda vajon le fogja ezt darálni? Tehát a németek Kurszki csatájának a hibájába esünk, vagy nem? Ezt még mindenképpen meg akartam mondani, hogy én úgy gondolom, hogy nem, ugyanis a világ nem a második világháború. Tehát Németország, az akkori, a náci Németország ugye szankciók alatt állt, pont most néztem meg tegnap a Narvik című norvég filmet, nem ajánlom senkinek, ugye Narvik nagyon híres, hogy abban a kikötőben jött a svéd vasérc, mindegy. Tehát ugye Norvégét is megszállták a németek azért, hogy a vasércet tudják biztosítani Svédországból, ami semleges ország volt. Hát ez kellett a tankgyártáshoz. Tehát akkoriban mindenhogy is megpróbálták Németországot megakadályozni abban, hogy nyersanyaghoz jusson, bombázták a gyárait, stb. Tehát az egy szűk keresztmetszet volt. Ráadásul még túl komplikálták. Tehát nem túl komplikálták, hanem kifinomult fegyvereket gyártottak. Ez ma nem igaz. Ahogy akkor az egész világ állt Németországgal szemben, úgy áll most az egész világ, és annak teljes termelőkapacitása Oroszországgal szemben. Tehát a franciák is tudnak tankot gyártani, a németek is, a lengyelek is, a norvégok is, még a finnek is adnak tankokat. A finnek is adnak nem megnevezett számú Leopard tankot, csak ugye ők egy kicsit félnek, mert nekik 1300 kilométeres határuk van az oroszokkal szemben, tehát a finn kormány kinyilvánította, hogy ők még nem NATO tagok, tehát őket még nem védi a közösség, ezért néhány tankot adnak, de nem mindet. Ezzel szemben ugye a német második világháborús dolgokkal szemben most megfordult a dolog, és teljes Nyugat-Európa, teljes Amerika, vagy Japán, vagy akárminek a termelési kapacitása áll szemben azzal, amit az oroszok fel tudnak mutatni, és ők vannak most embargó alatt, ők nem kapnak most mikrocsipet, ők nem tudják most mondjuk újraépíteni azokat a rakétákat, amiket naponta kilőnek az ukránokra. És akkor nézzük az offenzívát. Nézzük először az orosz offenzívát, a lehetséges offenzívát. Ugye ők alapvetően támadják ezt a bakhmuti régiót, tehát kicsit úgy érezhető, hogy Putyin már látott arról, hogy a Krímet talán mindenképpen meg akarja védeni, de Herszon és Zaporozsia régiókról talán lemondott. Úgy tűnik, hogy Donbaszban akarja erőltetni az áttörést, hogy azt a területet végre teljesen el tudja foglalni, hiszen már a felét annektálta, ugye, mind a négy megyének. A másik lehetséges támadási pont megint Kijev, méghozzá Belarus felől. Ugye az elmúlt héten a légierő is gyakorlatot folytatott, tehát is ott rengeteg orosz katonát telepítettek oda. Belarus gyakorlatilag 100%-ig mondhatni, hogy orosz befolyás alatt van. Lukasenko ugye mindent is megtesz, amit akar, de ennek ellenére hát onnan nehéz híreket szerezni, tehát olyan, mint Oroszországból, de ugye a hírek szerint a belarusz hadsereg nem szeretne csatlakozni ez a támadáshoz. Most az, hogy csatlakozik vagy nem, az más kérdés. Tehát honnan megint oroszok fognak támadni, akkor ez egy ugyanolyan támadás lesz, mint amilyen a múlt februári támadás volt. Tehát szépen az oroszok megindulnak azon a szűk, azon a kis beszögellésen, ugye Csernobilnál, ami a legközelebb van Kijevhez. Viszont hozzá kell tennünk, hogy ezúttal az ukránok várni fogják őket. Tehát ezúttal felkészültek a védelemre. Lehet, hogy egy kettős támadás lesz Kijev felől, északról, és ugye kicsit délkelet felől a Donbass felől így megpróbálkoznak. Ezzel szemben mivel próbálkozhat? Kijev. Tehát ugye először is az erőiket megosztva védekezniük kell. Ugye ez egy kicsit a csalás benne, hogy Kijevnek a teljes ország határa mentén, az ukránoknak a teljes ország határ mentén kell védekezniük, hiszen nekik arra is kell számítaniuk, hogy az oroszok támadhatnak Belarus felől. Az oroszoknak viszont nem kell katonákat tartaniuk, mondjuk mit tudom én, nem feltétlenül kell
Harkóval szemben, hogy nem kell Rosztovban katonákat tartaniuk, mert az ukránok úgyse fognak áttámadni a határ túlsó oldalán. Tehát az oroszok gyakorlatilag az ukrán határ körül bárhol csapatösszevonást végezhetnek, és nyugodtan hagyhatnak 10, 20, 100, 200 kilométeres réseket is. Az ukránok nem fognak támadni. Ugye? Ezzel szemben az ukrán haderőnek minden egyes négyzetkilométert védenie kell alapvetően. Tehát óriási a különbség ebből a szempontból. Tehát amellett, hogy az ukrán hadsereg valószínűleg védekezésre rendelkezik be majd Kijev környékén, hiszen ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsék, a támadás kiinduló pontja Zaporozsia lehet, és Herszon. Mindkét támadásnál, főleg Zaporozsia esetében, ugye, hogyha megnézzük a térképet, pillanatra oda is tudok menni, mielőtt még lezárjuk a mai műsort. Csak hogy így van, behozom a műoldas térképet, mert szerintem így jobban fogjátok látni. Igen. Egy kicsit csillámlik a fény, így most jobb. Tehát ugye itt van Zaporozsia, és ugye nagyjából ezt a részt birtokolják az oroszok. Ugye Herszon visszafoglalásával a folyó túloldala már az ukránoké. Tehát ha Herszonból indítanak meg egy támadást itt a kis félsziget elfoglalásával, mindenképpen elkezdenek, ki tudnak törni a Krím felé, és esetleg megpróbálkozhatnak egy meglepetésszerű támadással is itt visszafoglalni. Bármennyire is állítják az oroszok, itt a Kercsi szorosban lévő hidat nem tudták úgy helyreállítani, hogy onnan az utánpótlás teljes egészében menjen. Tehát itt továbbra is akadozik az ellátás. Az egyetlen ellátási útvonal az továbbra is itt a Mariupol és Meliutopol körüli vasútvonal, amivel el tudják látni a Krímet. Tehát ha Herszonból előretörve ezt a vonalat itt le tudják zárni, akkor egy igen jó esély van az ukránoknak a Krím elfoglalására. De még ennél is jobb, vagy lehet, hogy mind a kettő, tehát ugye a kettő kombinációja lesz, hogy a Zaporozséból kiindulva Melitopol elleni támadásnál el tudják vágni ezt a koridort. Tehát azt jelenti, hogy az itt állomásozó összes orosz csapat lényegében jelentős ellátás nélkül marad. Tehát ez az irány lehet az ukrán előretörésnél. Ugye az oroszoknál pedig itt van Donyeck, és Donyeckkel szemben most csak Donyeck látszik, mint város. Ugye itt van szemben közvetlenül Bakhmut, nem túl messze, tehát ők ezt a támadási vonalat preferálhatják, illetve ahogy mondtam, egy kicsit el kell mozdítanom a térképet, ugye itt látjátok ezt a beszögellést Kijev fölött. Itt van mellette Csernobil, és ugye ezen a vonalon a folyó jobb partján megint lefelé jövő, megpróbálhatnak egy Kijev elleni támadással. Hát ehhez kellenek a tankok, méghozzá nagyon sok, mind a védelemhez, mind a támadáshoz, mind a két félnek. Meglátjuk, hogy hogy lesz. Tehát szerintem most a harcokban ennek nem lesz nagy foganatja. Ezek a tankok még nem fognak időben odaérni. Peszkovnak volt egy ilyen kijelentése, ugye ő a szóvivő, hogy hát ezeket a nyugati járműveket is ugyanúgy megsemmisítik, mint a többit. Hogy ezek is égni fognak, mint ahogy a többi. Hát igazából nincs egyetlen megbízható jelentés sem arról, az oroszok ezt sokszor elmondták, hogy himarszokat lőttek ki, de valójában egyet sem tudtak még kilőni. Tehát azokból sem sikerült egyet sem kilőniük. Az ukránok csináltak több ilyen... teljesen belekedtem. Tehát az ukránok csináltak több ilyen álcát, tehát ilyen fából összerakott valamit, és azokat találták el, azokra hitték azt, hogy ők eltalálták. Ezt később beismerték. Hát ennyi. Nagyon érdekesnek tartom a kialakuló fejleményeket. Ha a videómból nem volt egyértelmű, akkor természetesen az ukránoknak szurkolok. Inkább úgy mondom, nem az ukránoknak szurkolok, hanem Európának szurkolok Oroszország ellenében, mert ez egy Európa ellen indított támadás. Ez a békés európai civilizáció ellen indított támadás. Sok ilyen videómban elmondtam, nagy megelőkönnyedéssel tapasztalom azt, hogy Magyarországon milyen orosz pártiság van, hogy a lakosság harmada fele nyíltan lerohadékozza, meg dögölj meg ezzel Zelenszkijt, amikor egy-egy beszéde van, vagy olyan dolgokat mondanak, hogy megérdemelték. Hát nem tudom. Majd akik ilyeneket írnak, azt szívesen megnéz, nem szívesen, de esetleg megnézném, amikor mondjuk az ő kisgyerekeit erőszakolják éppen az orosz katonák, vagy az ő férjét lövik tarkón, és teszik tömegsírba, vagy azokat, akik mondjuk most egy panelházban laknak, képzeljétek el, hogy egy rakétatalálat éri, és mindenki, akit ismertél, meghal abban a lépcsőházban, mert összeomlik, és amúgy nincs katonai célpont a környéken, csak úgy miért is, ne az oroszok belelőttek egyet oda is abba a panelházba, ugye ilyeneknek vagyunk most szemtanúi, ezek történnek.
hogy ezek után is azt gondolják, hogy akkor ez kell. Nem reagáltam ezekre a kárpátaljai sorozásos videókra, ugye sokan írtátok, hogy ez kamu, meg mindent, tehát ilyenekben nem menjünk bele. Tény, hogy, nem szeretjük az ukránokat alapvetően, mint ahogy nem szeretjük a többi nemzetet se, aki rabolt tőlünk Tiananmenben, mindent vissza, ha ez sem nyilvánvaló az álláspontom ebben a kérdésben, de nem lehet összehasonlítani azt, hogy hoznak egy nyelvtörvényt, és emiatt megnehezítik a kárpátaljai magyarok számára az oktatást, vagy bármi más, tehát hogy hátrányban vannak, hogy elnyomják őket, ezt nem lehet összehasonlítani azzal a vérengzéssel, amit az oroszok művelnek. Tehát ebben az esetben mindenképpen támogatnunk kell Ukrajnát, hogy legyőzze az agresszort, és utána természetesen mondhatjuk azt, hogy na kérem, akkor most már a magyarok helyzetén is javítani kell. Tehát ezt a sorrendet azért mindenképpen be kell tartani, mert nem aránylik a kettő egymáshoz. Az oroszoknak és azon belül is Putyinnak veszítenie kell. Ezt mindenki számára világossá szeretném tenni. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai műsort. Hétvégén lehet, hogy lesz kirándulás, mert kisütött a nap. Most a rendkívüli hideg után most 22 fok volt, úgyhogy lehet, hogy majd megyünk valahová. Tetszett, akkor osszátok meg, és várom a kommenteket. Mindenkivel beszélgetek, azokkal is, akik hülyeséget írtak, de lehet, hogy ők ki lesznek tiltva. Csak vicceltem. Kellemes hétvégét, sziasztok!